saját példámon okulva kell gondolni arra, hogy a, majd a mindennapi életben, a hétköznapi életben ne legyen abból káruk, hogy esetleg roncsolódik úgy az izomzat, vagy nem úgy épül fel az izomzat, ahogy annak kéne, mert tudjuk, az élsport ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, de nem biztos, hogy előnyünk kovácsolódik abból, hogy ezt hosszú éveken keresztül űzzük, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt az élsportba is használni tudják majd a sportolók. A Speed Fitness kis erősségű váltóárammal feszíti meg az izmokat, mely a testizomzat 90%-át vonja be a munkába. A rövid ideig tartó tréning alatt csupán a szintiszta izommunka érezhető, anélkül, hogy az innakat és az izületeket megterhelnénk. De miért is különleges ez? Ez a tréning minden izomcsoportot megmozgat, tehát nem megyünk külön egy izomcsoportra, hanem az egész testet úgy átmozgatja, úgy olyan mély izmokat dolgoz meg, amit más sporttal nem érhetünk el, konditermi edzéssel ugyancsak nem, mert ahhoz több órát kéne folyamatosan edzenünk, hogy ezt az eredményt érjük el, mint a Speed Fitness-el. Ezért érkezett a magyar női kézilabda válogatott, és a Fradi két kiválósága is erre a különleges alkalomra. Lássuk, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak. Nagyon jó volt, meglepően nagyon sok izmot megmozgatott, és hát igen, fárasztó volt, legalábbis gondolom látszik rajtam. Nem tudom, még nem próbáltam ilyen gépet igazából, de tetszik. Hát nekem rosszabbul esett szerintem, mint Zizinek. Én egy olyan 2-3 perc után már éreztem, hogyha még ez 20 perces lenne, akkor biztos nem csinálnám végig. Elég kemény, én teljesen másra gondoltam, tehát azért sok ilyenen voltunk már, ez egy új dolog. Én azt hittem, hogy csak be kell öltözni, kicsit bohóckodni, de hát úgy 2 perc után úgy megrángatott, hogy csak úgy álltam, hogy akkor most úristen, mi lesz, vagy hogy van ez. Gábornak mit fogsz javasolni ezzel kapcsolatban? Egy hasprogramot biztos, de nem, egy jó kiegészítő program szerintem egy ilyen profi klubnál, úgyhogy léci, köszi. Ez szerintem nagyon jó lenne csapatilag, nem tudom, hogy egy gépre lehet-e kötni több embert, de mindenképp szerintem csapat összetartásként is, meg tényleg egy jó szórakozás, meg 20 perc olyan, mint hogyha 2 órát edzenénk, úgyhogy ez nagyon lerövidíteni a napunkat, úgyhogy én mindenképp ajánlom. A legnehezebb talán, amikor így boxolni kellett, vagy olyan mozdulatokat csinálni, amikor az izmok meg vannak feszülve, hogy majdnem teljesen nyújtásig, ugye nem szabad kinyújtani, de hát nehéz szinte az összes, mert egyszerre berángatja az összes izmodát. Egyelőre azonban nem rövidíti még le, így délután újabb edzés vár Szucsánszki Zitára és Tomori Zsuzsára. Most megyünk visszaedzeni, úgyhogy majd a délután egy kicsit lassabb leszek. Lehet nem én leszek a legaktívabb, de szerintem ez majd kialakul, de főleg nagyon nekem a lábaim fáradtak el, úgyhogy szerintem ma ilyen nézőbe megyek át délután, de azért próbálok edzeni. Sok olyan sportágnak, ami ugye erről híres, hogy egy oldalon ugye a tenisz, ugye a kenu, a kézilabda is ennek mondható. Igen, megérezzük eközben ugye a speed fitnessezés közben is, hogy igenis az egyik oldalunk sokkal erősebb, mint a másik, sokkal jobban hat az impulzus arra az oldalra. Az edzések után halljuk, hogy a volt kézilabdázóból trénerré lett Valovics Nóra hogyan értékeli újdonsült növendékei teljesítményét. Kezdjük Tomori Zsuzsannával. Zsuzsiról annyit, hogy tényleg ő arról híres, hogy imád plusz munkát végezni, és ez látszott is rajta, hogy mennyire 100%-ig beleadja magát a munkába. Esetleg Szucsánszki Zita is ilyen munkamániás. Kicsit visszafogottabb volt az elején, próbálta lecsalni ő is az időt, de meg voltam elégedő velük, teljesen hát kézilabdások. Nem jó.